Jó estét kívánok, köszöntöm a Bajai Kultúra nézőit. Kiállítások és egy fiataloknak szóló rendezvény szerepelnek az áprilisi első adásunkban. Nézzük képes tartalomjegyzékünket. Ez vagyok én. Idei első csoportos tárlatára várta az érdeklődőket a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesülete. Első ifjúsági retro party. A rendezvényről a Diák Önkormányzat és a Bajárt Egyesület vezetőivel beszélgettünk. A régi paraszti világot mutatja be festményein Lőrinc Gergely, munkáiból a Belvárosi Közösségi Házban nyílt kiállítás. Tartsanak velünk! Csoportos kiállításra várta az érdeklődőket a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesülete. A szervezet az idén első alkalommal hirdette meg a közös tárlatot, ahol 35 alkotó mutatkozik be a nagy közönségnek. A paletta ezúttal is széles volt, hiszen a kiállításon közel 20 művészeti ág képviseltette magát. Színekből, formákból és jó hangulatból sem volt hiány a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesületének legutóbbi kiállításán. A szervezet minden évben lehetőséget teremt az alkotóknak arra, hogy az egyéni tárlatok mellett egy csoportos kiállítás keretében mutatkozzanak be a nagy közönségnek. Az idei első közös rendezvényt március utolsó péntekén szervezték meg, a munkáknak helyszínt biztosító Bácskai Kultúrpalota kiállítóterme pedig már a megnyitó előtt megtelt az érdeklődő műkedvelőkkel. A rendezvényen dr. Gál Zoltán köszöntötte a vendégeket. Szeretnék nagyon szépen beszélni arról a sok szépségről, nemes és belsőséges érzelemről, mely most a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesületének csoportos kiállításán körülvesz bennünket. Az az érzésem, hogy itt felesleges minden szó, ezek az ihletet, fantáziadus alkotások önmagukért beszélnek. A tárlat az Ez vagyok én címet kapta, amely tökéletesen illeszkedik a kiállítás sokszínűségéhez, ahol csak nem 35 alkotó mutatkozott be a közönségnek. Amikor együtt állítunk ki, annak van egy varázsa, egy hangulata. Mindenki látja a másiknak a munkáját, ilyenkor vagyunk a legjobban együtt. És azért tartom nagyon fontosnak, hogy minden évben legyen egy ilyen kiállítás, hogy látszódjon az, hogy milyen sokszínűek vagyunk. Ez nagyon fontos az egyesületi tagok számára is, hiszen nem sok olyan csoport és egyesület van, akik ennyire széles körrel rendelkeznek, mint a mi egyesületünk. Egy nagy közösség vagyunk, ugye több mint 40 fővel, és viszont mindenki egy külön egyéniség ebben az egyesületben, és nagyon fontosnak tartottam azt, hogy mindenki azt mutassa meg, hogy ki ő. És arra kértem az egyesületi tagokat, hogy mindenki az olyan alkotást hozzon, ami a legjobban jellemzi őt. És így jött létre ez vagyok én cím. A kiállításon valamennyi művészeti és iparágban mutatkozott a festőktől kezdve a keramikusokon át a fafaragókig. A sokszínű tárlat lebonyolítását minden alkalommal hosszas szervezés előzi meg. Rengeteg az előtte lévő munka, ugye egyrészt a szervezés, hogy kinyissa meg, ki működjön közre, hol legyen, akkor utána ugye összeszedni a címeket, a kiállítókat, utána a teremnek a berendezése, ami nagyon sok időt elvisz. Ez másfél nap volt, mire itt mindent megcsináltunk, hogy az szép és mutatós legyen, és mindenki elégedett legyen azzal, hogy van kitéve az ő alkotása. Vas Zsuzsanna elmondta, az egyesület elnökeként rengeteget dolgozik a háttérben. Az előkészületek és a szervezés következtében gyakran háttérbe szorul az alkotás. A csoportos tárlat alkalmával azonban ő is megmutathatja már elkészült munkáit. Nálam vannak olyan alkotások, amiknek van egy hosszú sztoria, egy története. Például készítettem fából egy könyvet 2017 nyár elején. Ez a könyv úgy született meg, hogy egy látássérült ismerősöm megkért, hogy készítsek egy nagyon kedves ismerősének egy kis táblácskát, amire ráírnám azt, amit ő gondol. És gondolkodtam rajta, hogy mi legyen az, hiszen ő ugye nem lát, de hogy azért mégis érezze, hogy mit ad. És akkor így született meg ez a könyv, hogy ő azt meg tudja tapogatni, én pedig beleírtam azt, amit ő gondolt. Szóval ennek ez a története. Úgyhogy így minden alkotásomnak van egy-egy sztoria. Ami rám a legjobban jellemez, az az, hogy szeretek nevetni,
meg szeretem a szerelmet, szeretek szeretni, és így a szívek nálam valamilyen úton módon mindig megjelennek, úgyhogy így született a saját tervezésű színes szíves mandalám is. A csoportos kiállítás során az Egyesülethez újonnan csatlakozott tagok is képviseltették magukat. Domokos István 1991 óta foglalkozik bőrözéssel és szígyártással. Az első bajai kiállításon pedig egy különleges, aranyozott parádés kantárral készült a közönségnek. 2004-ben már készítettem egy hasonlót, egy aranyozott szerszámot, és az úr azt mondta, aki ezt megrendelte, hogy szeretne még egyet, és ez lesz az utolsó szerszáma, és megrendelte a testvérét, a párját, és mellé szeretné rakni. Elég nehezen tudtam bearanyoztatni is, mert Magyarországon elég kevés helyen aranyoznak, és senki nem vállalta, de azért sikerült. A legtöbb alkotó önkifejezésre törekszik, így munkáikban is sajátos stílusjegyek jelennek meg. Ez Domokos István esetében is megfigyelhető. A megfelelő minőség elérése azonban sok időt és energiát igényel a készítőtől. Minden embernek megvan a saját mintája, a saját esztétikája, hogy magát a lelkét rakja bele az ember az alkotásába, hogy ez a sallangfonás, ez így nézzen ki, ne legyen benne nagy csipke, kis csipke, hogy itt kisebb sallangok legyenek, hogy itt 2 milliméterenként lehessen megvarni, hogy ki legyen domborítva, hogy a lovat ne törje föl, ez mind bele kell rakni abba, hogy egy lószerszám szép és egyedi legyen. Hogy ezt elkészítse, ezzel nem 2 év alatt tanuljon meg. 27 éve foglalkozom vele, és még a mai napig is tanulom még újakat és újakat. Körülbelül mennyi idő, mire elkészül egy ilyen alkotás? Egy ilyen lószerszám, egy parádés aranyozott szerszám 2 hónap, mire elkészül. Csak ez a sallang, ez 16 órába került, ez a kantár, ez 5 nap, mire elkészült. Dr. Zsom Marian csak néhány hónapja csatlakozott a bajai csoporthoz, ennek ellenére több munkáját is bemutatta a tárlaton. Mint mondta, az alkotás során igyekszik többféle technikával dolgozni. Egy egyéni kiállítás után ez az első, amikor az Egyesület tagjaként ebben a szép számú csoport keretében mutathatom az alkotásaimat. Ez a 3 kép jelent meg most ezen a kiállításon. Különböző technikával készültek. Én még mindig próbálkozom, gyakorlok mindenfélét, hogy megtaláljam majd az egyéni stílusomat. Bár nem tudom, nagyon sok mindennel szeretek foglalkozni, az akvarellel is, az éppen nincsen most itt, de ez a kép kevertechnikával készült, a közeli részeket kicsit áthúztam festőkéssel. A középső kés, az kép, az csak festőkéses technikával készült. Ez pedig egy tipikus impressionista kép, ami egy haladó olajfestészeti tanfolyamon készült. Nagyon sok munka van benne, bár tudjuk, hogy az impressionisták a pillanatot, a fényt kapták el, a momentumot, de azért jó pár órát bele kellett tölni. A tárlat sokszínűségének köszönhetően mindenki megtalálhatta a hozzá legközelebb álló művészeti ágat és alkotásokat. A kiállítás májusig várja az érdeklődőket a Bácskai Kultúrpalotában. Ifjúsági retrópartit szerveznek Baján, ez lesz az első alkalom, de a szervezők reményei szerint ennek folytatása is lesz. Erről beszélgetünk a következő percekben Bészabó Orsival és Varc Majával. Köszönjük, hogy bejöttetek hozzánk. Köszönjük a meghívást. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Először is szeretném tisztázni, hogy ki milyen minőségében jött most ide be hozzánk. Diákpolgármesterként, elnökként, tagként, melyik egyesület, melyik önkormányzat? Hát igen, ugye. A Bajai Városi Diák Önkormányzat polgármestereként vagyok még jelenleg, illetve a Bajárt Egyesületnek az elnökeként. Tehát elnök és diák polgármester, Orsi. Én pedig a Bajárt Egyesület elnök helyettese vagyok, és művészeti vezetője egyben. Tehát elnök helyettes és művészeti vezető. Kinek milyen része volt az ötletelésben és a szervezésben? Készültök ugye az ifjúsági retro partira, ami, ahogy említettem, az első alkalom lesz. Hogy vetődött fel az ötlet? Hát ugye, amikor az Egyesületről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy külön kell választanunk egy ifjúság és egy művészeti részt. Ugye, mint Orsi is említette, a művészeti résznek ő a vezetője, én pedig az ifjúsági részt próbálom koordinálni.
és ugye ifjúsági retro party, mint az egyesületünk is, így a party is arról szól, hogy nem feltétlenül csak a fiatalokat szeretnénk bevonzani, hanem mindenkit, aki fiatalosnak érzi magát, aki szeretne Bajáért tenni, a bajai művészekért, bajai fiatalokért tulajdonképp, és innen jött ez az ifjúsági retro party ötlet. Ugye már az alapításkor cél volt az, hogy táborokat, bálokat, jótékonysági rendezvényeket, illetve más programokat szervezzetek. Tulajdonképpen akkor ez szerves része ennek az egésznek, ami már mögöttetek van, és ami előttetek van. Igen, abszolút, meg a Városi Diák Önkormányzatot szeretnénk támogatni ifjúsági részről. Orsi majd mesél szerintem a művészeti részről is, de azt gondolom, hogy ifjúság részről semmiképp sem szeretnénk a Városi Diák Önkormányzatot külön választani, hiszen tulajdonképpen egy ilyen mentorprogram keretein belül szeretnénk őket támogatni, hiszen jelenleg az egyesület tagjai, azok volt városi dökösök, akik most már kezdenek kinőni úgymond ebből a szerepből, és igyekszünk az ott maradókat támogatni valamilyen módon. Milyen művészeti értéke van akár ennek az ifjúsági retropartinak, akár más rendezvénynek, amiben ti együttműködtök? Igen, Maja, ahogy említette, két fő részre oszlik az egyesület, de aztán persze mi összedolgozunk egymást segítvén a közös célok elérésében. Nálunk ez picit össze is folyik ez a történet, mert ugyan az egyesületben mi idősebb, fiatalos lelkű művész emberkék vagyunk abban a részben, ami kifejezetten a művészetekért van, de befogadunk fiatalokat is, kettő fiatal tagunk van, aki mindkét részben benne van, és hát most alakul Galta egy színjátszó csoport is, ami még társul ehhez a történethez. Igazából a retro partiban egy mentorált zenekar lesz, akiket mi szeretnénk segíteni, mert régóta léteznek már Baján, és ezért kaptak fellépési lehetőségeket, de próbálunk nekik segíteni abban, hogy még több helyre eljussanak, tehát hogy Baján kívül is szétnézhessenek. Ez a Néz utána zenekar. Rajtuk kívül azért van még más banda is, akiket szívesen támogatunk és szívesen viszünk, mert régóta dolgoznak, és azt gondolom, hogy őket fel kell mindenképpen karolni, és segíteni kell őket abba, hogy minél többen megismerhessék őket, és minél több lehetőségük legyen játszani. Úgyhogy ez a művészeti rész az leginkább így kerül a retro partiba, de hogy amit a Maja is mondott, arra szeretnék ráerősíteni, hogy igazából mi gyakorlatilag mindenkit várunk, aki fiatalnak érzi magát ezektől a daloktól, azokat is, tehát nem feltétlen a személyigazolványba bejegyzett életkor szerinti ifjakat, hanem gyakorlatilag mindenkit, akit ez érdekel. És fontos elmondani, hogy maximum 150 főt tudunk majd fogadni, úgyhogy mindenki, aki csak teheti az, és szeretne jönni, az elővételbe vásárolja meg a jegyét. Ahogy a címben is szerepel, ez egy retro party, divat a retro, akár bútorban, akár zenében, tehát akkor hányos évek zenét hallhatják majd az érkező? 60-as évekről beszélünk most nálunk, amikor a retróról beszélünk, de mégis egy DJ-t fogunk hívni, aki ezeket a dalokat kissé modernebbé teszi, de voltak épp ugye 20-as és a 60-as évek. Említsük meg azért az összes többi fellépőt is, hogy kiket láthatnak még az érkezők. Mindenképpen fontos beszélnünk a Sundance TS-ről, akik gyakorlatilag egyfajta testvér egyesületünk olyan szempontból, hogy egymást próbáljuk támogatni. Már Biancával mi dolgoztunk több ízben együtt, és most is meghívtuk őt házigazdának, tehát ő fogja majd végig kalauzolni itt a nézőket az estén, illetve az ő csapatából egy kisebb csoporttal érkezik, akik majd a táncolásban is segítik az ott lévőket, mutatnak tánclépéseket, amit meg lehet ott majd tanulni, illetve egyfajta hangulatfelelős is lesz a Bianca, aki egy kicsit feldobja a bulit, amikor esetleg már úgy leülni látszik. Tehát ők lesznek ott, a Sundance TS táncosai, és ugye Pestei Bianca lesz a műsorvezetőnk. Mivel ide írtátok a plakátra, hogy első ifjúsági retroparti, ebből esetleg lehet arra következtetni, hogy lesz második, harmadik, sokadik is? Hát mindenképp fontos lenne, hiszen ez ugyanúgy, mint eddig is a diákokról szól és az ifjúságról, és szeretnénk, hogyha be tudnánk őket vonni minél több programon keresztül. Ugye ez az első, meglátjuk, hogy milyenek lesznek a tapasztalatok, de én bízom benne, hogy pozitívak, és a jövőben is tudunk hasonlókat szervezni. Egyébként eddig a Diák Önkormányzat milyen eseményekkel büszkélkedhet, mi az, ami sikeres rendezvényetek volt eddig? Illetve tegyük helyre, hogy mikor alakult a Bajárt, akárhogy is kell kimondani, ezt is pontosítsuk akkor, hogy kinek, minek a nevéhez milyen esemény fűződik. Jó, szóval ugye az első kérdés ez a Városi Diák Önkormányzathoz érkezett. Ugye a Városi Diák Önkormányzat 2018-ban alakult, szóval most már egy éve működünk.
Az elsődleges cél egy jó csapat megteremtése volt, mert én azt gondolom, akkor tudunk együtt dolgozni, hogyha ismerjük a másikat, és tudunk együttműködni. Az egyik legnagyobb sikert én az első konferenciának tudom titulálni, ahol közel 100 diák vett részt az első ifjúsági konferenciánkon, ez a turisztikai központban volt, hívtunk különböző témákban előadókat is, ezen vehettek részt a diákok, illetve igyekszünk együttműködni Baja Város Önkormányzatával a különböző programokon, illetve a Baja Marketing Kft-vel, azt gondolom, hogy folytonosan érkeznek a megkeresések felénk, és mi igyekszünk ezeket teljesíteni. A másik kérdés ugye, hogy hogyan értjük a Bajártot. Igen. Bajárt tulajdonképpen, ugye az első része a Baja szóban, ered, a másik meg ugye az árt a művészetek. Igen. Az talán látszik a szóból, így ugye, amikor ránézünk, csak a kiejtéssel van igen, egy kis igen, probléma, igen. Talán némi magyarázatra szorul, akkor köszönjük, hogy ezt most elmondtad. Akkor az egyesületnek milyen rendezvényei voltak? Ez egy még újabb egyesület, mint a Diák Önkormányzat, mint igen. Szervezet. Ez egy teljesen friss történet. Gyakorlatilag a Diák Önkormányzat is készült arra, hogy valamilyen fajta hivatalos formát találjon, és mi is készültünk arra, hogy a mi kis színjátszó csapatunknak találjunk egy hivatalos formát, és ez a két igény találkozott a legjobb kor, a legjobb időben, és mindjárt ezt, hát gyakorlatilag ez ilyen decemberi történet, és aztán ezt gyorsan tető alá is hoztuk, és februárban alakítottuk meg az egyesületünket, ami gyakorlatilag már csak a bejegyzésre vár, tehát a bíróságnál vannak a papírjaink, és gyakorlatilag, ha minden jól megy, akkor heteken belül már hivatalos szervezet vagyunk. Mivel ez még egy nagyon friss dolog, túl sok mindennel még nem büszkélkedhetünk, de azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy ahhoz képest, hogy gyakorlatilag február óta vagyunk, már van saját honlapunk, saját oldalunk, elindult a filmes kis csapatunk, akik kis filmeket csinálnak ifjúságot érintő témában, illetőleg elkezdtük már az új előadásunkra való készülődést is, ami ősszel kerül majd színpadra. Egyelőre csak annyit szeretnék róla elárulni, hogy ismert arcokat láthat a közönség, hiszen akik benne vannak a mi csapatunkban, ebben a felállásban talán először, de egyébként viszont már számtalanszor játszottunk együtt színpadon, és most egy mesebeli történettel kezdünk, méghozzá felnőtteknek szóló mesével, ugyanis egy pajzán mesés estet tervezünk októberbe. Erről egyelőre csak ennyit mondanék, de mindenképpen egy nagyon jó szórakozást ígérő dologról van szó. Illetőleg terveinkben van az is, hogy teljes mértékben egy estére összevonjuk a fiatalok céljait, illetve a művészeti célokat is, és prevenciós jelleggel is készítenénk szintén őszre majd egy színházi előadást, de erről is majd akkor tudunk bővebbet mondani, ha ez már úgy a mederben halad. Igen, illetve tervezünk nyárra egy ilyen ifjúsági tábort, ahol a Diák Önkormányzat bevonásával történne ez, de ez is még folyamatban van. Szóval vannak ötletek, bízunk benne, hogy kivitelezni és ki fogjuk tudni. Akkor most a Retro Partihoz kívánunk sok sikert, sok résztvevőt. Ennek az időpontja április 5-e péntek, kapunyítás este 7 óra, a helyszín pedig a Belvárosi Közösségi Ház. Reméljük, hogy nagy sikere lesz, és lesz folytatása, és amiket pedig most említettetek események, én azt mondom, hogy beszéljünk ezekről majd még egyszer. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Mi köszönjük. Kerítések címmel nyílt kiállítása itt a Belvárosi Közösségi Házban Lőrinc Gergelynek, aki a paraszti életet, az egyszerű emberek életét mutatja be. Szerintem jó volt így ez a megfogalmazás, de nem csak erről van szó. Igen, én úgy képzeltem eredetileg, hogy olyan címet adunk ennek a kiállításnak, hogy múlt nélkül nincsen jelen, meg jövő se. Tehát hogy én a múltat festem, annak létjogosultsága lehet itten. Igen, én szeretem az embereket festeni, az egyszerű, becsületes embert, és hát itt ebbe a kiállításba csak részben van bukovinai témák, részben vannak, mert nekem van Csátaján egy állandó kiállításom, több mint 20 képpel, és Bonyhádon, a Székelyházban, ugyancsak több mint 30 képpel. Tehát a tulajdonképpen, ami direkt székelyekről, bukovinai székelyekről festettem, a nagyobb része ott van. Úgyhogy itt ebből kevesebb jutott, de hát mégiscsak a falusi ember élete,
evel kapcsolódó dolgokról szeretnék festeni. Úgyhogy. Nem tud és nem is akar kilépni ebből a gondolatvilágból, mindig ugyanezt festi, ugye? Hát ez volt, ezt festettem idáig is, és nem látom értelmét annak, hogy nem tudom én valamilyen, hogy modárkodjak, én már nem tudok modárkodni. Az a helyzet, hogy próbáltam én is olyan modernkodást, de úgy éreztem, hogy az én számomra legalábbis egy elveszett idő. Tehát az helyett tudnék mást is csinálni. Valahogy így éreztem én az egészet. Ugye Bukovinában született, és onnan több megállóval érkezett ide Bajára, illetve Csátaljára. Hát soknak ismerős a bukovinai székelyek élete, hányódása. Úgyhogy én még Bukovinában születtem, és 8 éves múlt, amikor haza telepítettek Magyarországra. De először Alsóbácskában, amikor a háborúnak vége lett, akkor ugyancsak a szerbek átdobtak Magyarországra, kirabolva. Hát úgy jöttünk ide, hogy majdnem mondjam úgy, hogy mesztelefenekkel, a székelyek legalábbis. De most az érdekes az, hogy én akkor is bennem volt már az a festés, hogy képcsinálás szeretete, a képek szeretete egyáltalán úgy, hogy én már az általános iskolában volt nekem egy külön füzetem, felírtam egyszerű énekességet, versecséget, és illusztráltam azt. Már akkor, tehát ha valaki kérdezi, hogy mikor kezdődött, nem is tudnám megmondani, nem is tudnék épp számot mondani. És később is, ugye, hát arról volt szó, hogy székelyek vagyunk, eléggé visszadobáltak bennünket, a sors legalábbis. Úgyhogy nekem inkább az élettel való küszködés ment el az életem. Mindaz mellett mindig csináltam valamit. Ugye, hát úgynevezett távolba szakadt hazánk fia voltam én is, tehát sokáig éltem külföldön, ott is festettem. Münchenben is részt vettem 2 kiállításon, avval a címmel, hogy posztintern kiállításon. Rengetegen festettek a postások, ugye egy hatalmas város, vagy nem mint Budapest. Miért is említette a postát? Kérem? Miért is említette a postát? Hát mert ott dolgoztam egész a nyugdíjazásomig, ott dolgoztam, tehát közel 30 évet Münchenben a postán dolgoztam. És hát azok között is sokan festettek, és akkor én is részt vettem ottan 2 kiállításon, amit posztinternek mondták. Németországban akkor mikor volt módja, ideje festeni? Mindig újra, amikor valahogyan, szóval nem volt ott sem ideális a postán a munkaidő. Úgy volt, hogy az egyik nap volt 10 óra hossza munka, másik nap reggeli és éjjel is itt. Tehát az így jelent, hogy délelőtt is, és akkor ugyanazon a napon éjjel is kellett reggel 6 óráig meddig dolgozni, és akkor volt mindig 2 nap szabad. És akkor előről kezdődött az egész. Na hát ebbe 2 napba, aztán mikor hát úgy volt kedvem, akkor hát festegettem. Van egy története egy disznól ajtajáról is, ami a festéssel kapcsolatos. Nem egészen jó, mert nem disznól volt, illetve disznól hátulja volt egy szép felület, fehér felület, és akkor hát ott dolgoztam valamit, és mindig szalonnát sütöttünk, és a félig kialudt szénnel elkezdtem ottan, és festettem a falunak az életét. Mit tudom én, rakottak szekérre, disznót hajtottak a gyerekek, stb. Már ott is, szóval ez mindig bennem élt,
mindig bennem volt a festés akarása, szeretete. De most még azt említeném meg, hogy itt van egy kép, azt bútorfestékkel festettem. Tehát nem volt háború után, kinek volt pénze festékre, művész festékre, stb. De nekem festeni kellett. Na most az volt a helyzet, hogy ajánlék vettek egy hegedűt nekem, ami nekem kedvencem volt mindig, és magamtól megtanultam annyira magamtól a saját hallásomból hegedülni, hogy egy fiataloknak kis bálókat, eljegyzést muzsikáltam, és ebből, amik pénz kicsit össze tudtam szedni, vettem butorfestéket, és avval festettem a húgom kislányait. Az volt a, hát nem az első, de egyik az első dolgom, amit festettem. Hát más mentség nem volt. És akkor volt megint egy érdekes eset. Az udvaron, hát volt nekem egy német kislány, akit olyan szerelmes voltam, és az udvaron rajzolgattam a kislányt fényképről, és köré rajzoltam ilyen, hogy mondjam, almavirágos ágokat, stb. És jött egy, úgy mondjam, nadrágos ember édesanyámhoz, nem tudom miért, csak úgy elnézett, és úgy magának pusmogta inkább, de értettem, hogy azt mondja, így és itt kallódnak el a művészeink. Ezt úgy megjegyeztem annak idején. Akkor ki figyelt fel önre, mikor figyelt fel önre? Tulajdonképpen senki. Azt lehet mondani. Akkor mikor volt az első kiállítása? Hát ez itt Németországban kezdődött, amit már említettem, de itten, mikor Magyarországra hazakerültem, annak több mint 30 éve, 2002-ben volt egy életműkiállításom 70 éves korom alkalmából, és ezt a kiállítást nagy megelégedésemre és büszkeségemre az András Farvi Bertalan nyitotta meg, és hát annyian voltak annyian összeszaladtak, lehet, hogy az is közrejátszott, hogy András Farvi nyitotta meg, hogy azt mondta, aki tervezte, aki rendezte ottan, hogy ennyien ebbe a teremben még soha nem volt a kiállítás. Most ugye tagja a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesületének már sok-sok éve, és emiatt többször szerepel csoportos kiállításokon, és önálló kiállításból is ez most már a többedik. Így van. Mikor hazakerültem én, akkor valahogyan a Mikliferi bácsinak kerültem kapcsolatba, és az ő festőtáborába is sok többször részt vettem, és már akkor is voltak, hát nem egyéni, hanem csoportos kiállítások. És hát most tényleg örülök, hogy létezik ez a csoport, ami most van, a Festők és Képzőség csoportja. Valahogyan ez, úgy szeretem ezt a csoportot. Nem politizál senki, mindenki csinálja maga dolgát. Nézzük egymást, próbálunk egymástól tanulni. És a Vas Zsuzsa tényleg megtesz mindent ahhoz, hogy be tudjunk mutatkozni. Mert hiszen amit csinálunk, az vizuális valami, tehát minek csináljuk, ha nem lássa senki. És az így aztán rétre jönnek ilyen kiállítások, mint ez is itten. Akkor hol él most, Baján vagy Csátalján? Vagy melyik városhoz mi fűzi? Hát én Csátalját nézem tulajdonképpen szülőfalumnak, ott nem ott születtem, de hát ahol születtem, az Bukovina, az Romániához tartozik, és van is emlékem, meg nincs is, van tulajdonképpen, elég sok emlékem van. De mégis valahogyan Csátalján voltam fiatal, ott voltam először szerelmes, oda mentem katonának, oda szereltem le, és a többi.
Tehát Csátalja nekem szívemhez nőtt, mindaz mellett, hogy később, mikor megnősültem a feleségemmel, Bajára költöztünk. Baját ugyanúgy szeretem, hogy is mondjam, csak a Sugovicát, stb. Amit bánok, az, hogy még Bajáról nem csináltam különösebben, nem festettem. Három munkám van, az egyik egy Sugovica részlet, a másik egy öreg, az öreg cipész háza, és akkor a Galamb utcát festettem. De van nekem olyan tervem, hogy neki fogok is Bajáról festek képeket. Nem a minden áron azokat, akik mindenki fest, hanem egyszerűen utcacskákat, ami engem, hát, hogy mondjam, ami nekem jobban áll, inkább olyan egyszerű valamit, ami szívhez szóló dolgot szeretnék festeni Bajáról. Igen, ez még terveimben van. Addig még nem vagyok hajlandó elpatkolni, amíg azt még nem csinált. Akkor mindenhez sok erőt és egészséget kívánunk, és remélem, hogy még sokszor tudunk jönni forgatni a kiállításaira. Ja, magának legyen igazán, kívánom. Nagyon szépen köszönöm, hogy hogy foglalkoztak ebben a kiállítással, és itt szerepelhettem. Kedves nézőink, most pedig játékra hívjuk Önöket. Aki helyesen válaszol a következő kérdésre, az 5-ös cirkusz április 18-ától 22-ig tartó előadásaira nyerhet belépőt. A kérdés így hangzik, mikor alakult meg az 5-ös cirkusz? Ehhez segítséget találhatnak a cirkusz honlapján. A válaszokat az info@bajaitelevizio.hu e-mail címre várjuk április 9-ig. Ezúttal 6 darab, 2 főre szóló belépőjegyet sorsolunk ki, de a következő héten is meghirdetjük a játékot. Most nézzük, milyen kulturális programok közül válogathatunk a következő egy hétben. Két előadást láthatnak a gyerekek április 3-án a Körúti Színház bemutatásában a Városi Színház teremben. Délelőtt a Csipke Rózsika, délután pedig a Makrancos Kata című mesejátékot nézhetik meg a kicsik. Betyárvilág Magyarországon a 19. században. A Honpolgár Estek sorozatban a témáról dr. Pejach István történész tart előadást a Városi Könyvtárban 3-án este 6 órakor. Walter Liza záróhangversenyére várják az érdeklődőket a turisztikai központba 4-én délután 5 órakor. Inspirációk cím nélkül. Balló Andrea festőművésznek nyílik kiállítása 4-én este 6 órakor a Bácskai Kultúrpalotában. Folytatódik a Görög Táncháza közösségi házban 4-én este 6 órakor. A lépéseket Fábik Éva tanítja. 6-án tartják az Autizmus Világnapját. A turisztikai központban több más mellett tánc bemutató és táncház, kézműves foglalkozás és kutya bemutató várja a családokat. Ismét csináljuk a Táncdal Fesztivált. A Bajai Fiatalok Színházának zenés rendezvénye 6-án és 7-én este 7, illetve 5 órakor kezdődik a Bácskai Kultúrpalotában. Nagyik Aneten. A harmadik kor egyetemes sorozat részeként 8-án délután 3 órakor dr. Nagy Zoltán, jogász, egyetemi docens tart előadást a Bácskai Kultúrpalotában. Csinszka, Adi özvegye, Babics szerelme, Márfi hitvese. A témáról Rockenbauer Zoltán művészet történész tart előadást a Bácskai Kultúrpalotában 8-án este 6 órakor. Colin Higgins, Mód és Herold. A Körúti Színház két felvonásos vígjátékát 8-án este 7 órakor nézheti meg a bajai közönség a Városi Színház teremben. A főszerepeket mások mellett Esztergályos Cecília, Lipták Péter és Vándor Éva játsszák. A Spirál Filmklubban a Bádog Dob című NSK francia-lengyel 1979-ben készült filmet láthatják az érdeklődők 9-én este 7 órakor a Bácskai Kultúrpalotában.
Kedves nézőink, Önök a Bajai Kultúra áprilisi első adását látták, köszönjük a figyelmüket. Keressék műsorainkat a Világhálón is, friss összeállítása pedig legközelebb egy hét múlva, kedden este a szokott időpontban jelentkezünk. További szép estét kívánok, a viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíró üzlet.